Uwe. Rögtön remek volt köztünk az összhang. Elé vágok a mezőn! Jó! Nincs több motorozás. Ezt mondd meg szépen a barátaidnak is. Ugyanolyan egészséges értékítéletünk volt, és az első lakógyűlésen engem megválasztottak a lakóbizottság vezetőjének. Rűnét pedig a helyettesemnek. Okos döntés gondoltuk. Mindkettőnket meglepett, hogy végre barátra találtunk. Csak még gyorsan beállok a kocsiba. Aztán felfedeztük kettőnk közt azt az apró különbséget. Volvod van? Igen. Te mivel jársz? Szabbal. Tényleg? Eleinte próbáltunk úgy hozzáállni, hogy ez nem probléma. Még össze is jártunk, mint más normális házaspárok. Szépen ment a dolog, jó kézben tartott. Kisfiú lett! Következő években valahogy eltávolodtunk egymástól. Aztán az a disznó egy puccsal kirakatott a lakóbizottságból minden figyelmeztetés nélkül. Akkor annyira rohadtul dühös lettem, hogy elmentem és vettem egy Saab 9000-est. CS-t. Rüne erre vett magának egy Volvo 960 Executive-ot. A fiúk szépen lassan megnőtt, aztán egyszer csak úgy döntött, hogy Amerikába költözik. Nem hinném, hogy túl gyakran látták utána. Épp egy új Saab 95-ös nézegettem, amikor egyszer csak arra gondoltam, ideje felhagyni a régi ellenségeskedéssel, újra szóba kellene állnunk egymással. Gondolkodtam, és itt lenne az ideje, hogy elfelejtsük a régi butaságokat, nem? Így igaz, barátok vagyunk. És akkor történt. Megnézed az új kocsimat? Egy BMW volt. Sarkon fordultam és hazamentem. Rüne tehát örökre feladta. Most mi van? Nem lehet egész életemben Volvom.